Igényelni kell a nagycsaládosoknak a földgáztámogatást, tudtuk meg a Baranya megyei kormányhivatalban. Bár sokan jogosultak rá, jelenleg kevesen kérték eddig, mondja a főigazgató. Országosan 300 ezer család jogosult erre, és mivel az elmúlt időszakban nagyon kedvezőek voltak a rezsijárak, ezért csak 26 ezer család vette eddig igénybe. Viszont azt is fontos elmondani, hogy aki már részesül ebben a kedvezményben, annak nem kell újból benyújtani. Ez azért is fontos, mert a jogosultság folyamatos. Addig jogosultak a családok, amik legalább 3 olyan gyermeket nevelnek a családban, akik után családi pótlékot kapnak. Feltétel még, hogy élő szerződésük van egy földgázszolgáltatóval. Ha ezek a feltételek adottak, akkor egy igénylőlap kitöltésével és a szolgáltatási szerződés bemutatásával kérhetik a támogatást. Ez nagyobb mennyiségű, kedvezményes áru fogyasztást jelent. 3 gyermek esetében 600 köbméterrel, és minden azt követő gyermek után még 300 köbméterrel. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett köbmétert, vagy ezeket a plusz köbmétereket hozzá adhatják az átlagos fogyasztáshoz, és egészen addig a legalacsonyabb áron fogják kapni a szolgáltatást. A kérelmek a kormányablakokban vagy a családtámogatási ügyfélszolgálaton adhatók le. Ha valaki később adja be, akkor az elmúlt 2 hónapra visszamenőleg is érvényes a támogatás. Ha időközben már nem jár a kedvezmény, például a gyerekek kora miatt, akkor azt is be kell jelentenie a családoknak 15 napon belül.